Több cég részvételével, előadásával és bemutatójával várták az érdeklődőket a Gödöllő Tangazdaság ZRT Kartali vetőmag üzemében. A Kartali telephelyen van a cég központja, a központi ügyintézés, illetve a növénytermesztés, a növénytermesztéshez kapcsolódó műhelyek, a javító műhelyek és a vetőmagüzem van Kartalon. Mi elsődlegesen vetőmag előállításnál kalászos vetőmaggal foglalkozunk, így búza, őszi árpa, tavaszi árpa, illetve előállítunk még repcét, mustárt, napraforgót, illetve kukoricát. A mi tapasztalataink szerint az országos átlag fölött tudunk termelni a kalászos növényekbe, körülbelül 20-25%-kal, míg napraforgóban, repcében és kukoricában nagyságrendileg az országos átlagot tudjuk elérni. A rendezvényre közel 150-en érkeztek. A tangazdaság vezérigazgatója, Nagy Ádám fontosnak tartja az ilyen bemutatókat, hiszen nem csak szakmai információkat kaphatnak a gazdák, hanem kipróbálhatják a bemutatott eszközöket, gépeket, illetve közelről is megtekinthetik a különböző gabonafajtákat. A mai szakmai napunknak a lényege a fajta bemutató, amelyen 40 különböző kalászos vetőmagfajtákat mutatunk be. A vetőmag tulajdonosok prezentálják gyakorlatilag a saját fajtáikat. 10 méteres csíkunként egy fajtát mutatunk be. A környékbeli gazdálkodókkal ismertetjük meg ezeket a fajtákat, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk vezető szerepünk van ebben a régióban, mint nagy gazdaság, és egy ilyen szakmai nap keretében a környező kisebb gazdálkodók is megismerkedhetnek a különböző fajtákkal. A szakmai nap első előadója Madarász István volt, aki a 2014-től 2020-ig tartó Európai Unió közös agrárpolitikájának reformjáról, a Magyarországot érintő támogatási lehetőségekről beszélt. Az uniós költségvetés körül nagyon komoly vita zajlott az Európai Unióban. A gazdasági válság, pénzügyi válság és általában egy gazdasági berendezkedési dilemma van szerte a világban, ez alól Európa sem kivétel. Azok a tagállamok, akik jellemzően a legnagyobb befizetői az uniós költségvetésnek, nagyon nehezen adták be a derekukat, és végül februárban sikerült megállapodni az európai csúcson a következő 7 éves költségvetésről, amit még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek is. Ez a költségvetés némileg szerényebb, mint amit normál esetben vártunk volna, de a jó hír az uniós agrárpolitika szempontjából, így a gazdálkodók és a vidék szempontjából, hogy Magyarország ennek ellenére a következő 7 évben valamennyivel több uniós forráshoz jut, mint a megelőző 7 évben. Ennek a matematikája annyit jelent, hogy ha 2007 és 2013 között minden évben ugyanannyi forrást tudtunk volna Brüsszelből lehívni, mint amit idén, akkor ez az állítás nyilván máshogy hangzana, ugyanis, mint mondtam az elején, 2004-ben nem kaptuk meg a teljes közvetlen támogatási keretet, hanem annak csak egy töredékét, és fokozatos emelkedéssel jutottunk el az idei 66 ezer forint magasságába. Viszont a következő 7 évben ilyen fokozatosság már nincsen, hanem minden évben nagyságrendileg ugyanaz az összeg, közel 1,3 milliárd euró áll rendelkezésre. Éppen ezért ez a 7 év többet hoz uniós források szempontjából, mint az előző 7 év. Madarász István hozzátette, az elkövetkezendő időszak rendszere nehezen alakult ki az uniós bizottságban, több tagállam is változtatásokat kért. Amiben megegyeznek a vélemények, az a vidék fejlesztése, a fenntarthatóság. A rendszer, illetve egy régió berendezkedése pedig akkor tartható fent, ha minél kevesebb a belső feszültség társadalmi és demográfiai szempontból. A következő előadást dr. Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdasági igazgatója tartotta a különböző növények termesztésének, piaci kilátásairól és a termelési költségekről, hozamokról. A termés mennyiségek Magyarországon nagyon ingadoznak. Ez a hozam ingadozásnak köszönhető, tehát Nyugat-Európához képest Magyarországon sokkal jobban ingadoznak a hozamok. Aszályos években alacsonyabbak, jobb években magasabbak a hozamok. Ez részben az éghajlattal magyarázható,
ugye kontinentális klíma van, azért egy nyugat-európai egyenletesebb eloszlású csapadék mellett nyilván a hozamok is sokkal stabilabbak. De egyértelműen az következett a vizsgálatainkból, még az Agrárgazdasági Kutatóintézetbeli munkánkból, hogy nem csak az időjárás tehet róla, hanem nagyon nagy részt ez az input felhasználástól is függ. Tehát Magyarországon jóval kevesebbet költünk egy hektáron növényvédőszerre, vetőmagra, műtrágyára, technológiai fejlesztésre, tehát beruházásokra, mint Nyugat-Európában. Ennek egyik oka természetesen az, hogy alacsonyabb a jövedelmezőség, ugye alacsonyabb támogatásokkal is indultunk 2007-ben, de azért lassan kezdjük már utolérni jövedelmezőségben is az Európai Uniót. Tehát a hozamingadozásnál csak néhány számot kiszámoltuk egy 11 néhány éves időszakban a hozamingadozást, ezt a relatív szórásban fejeztük ki. Magyarországon ilyen 60-as értékek jöttek ki, míg EU15-ben egy 20%-os kukoricánál 21%-os szórás jött ki, tehát jóval nagyobb a hozamingadozásunk. A elemzésünk szerint egyértelműen megéri áldozni inputokra, mert stabilabb jövedelmezőséget eredményez, stabilabb hozamokat eredményez, és hosszú távon azért mindenképpen megéri. Kocsmárig János egy mezőgazdasági gépeket forgalmazó cég képviseletében arról tartott előadást, hogy milyen precíziós eszközöket használhatnak a mezőgazdaságban a gazdák. A GPS technika megjelenésével és fejlődésével a mezőgazdaságban is lehetőség nyílt a helymeghatározás kihasználására. Míg az autós navigációk 5-10 méter pontossággal tudják a készülék helyzetét bemérni, addig a különböző korrekciókkal ellátott mezőgazdasági GPS-ek elérik a 2-3 cm-es pontosságot. Ugye az RTK rövidítés a real-time kinematik, tehát a valós idejű helymeghatározásból származik, tehát az a lényeg, hogy ott a földön, a táblán 2-3 cm pontosan meg tudjam határozni én a pozíciómat, és ez alapján el tudjam végezni a táblán a munkámat. Így lehetőség nyílik a vetés, sorküzművelés, valamint akár a sávos talajművelésnek a elvégzésére is. Ugye ezek az eszközök képesek arra, van egy belső memóriájuk, hogy lerögzítsék a végzett munkámnak az adatait, úgy, mint hol járt, mit csinált, hova, melyik területre, mit jutatott ki az adott gépkezelő, akkor ezeket az adatokat fel tudom később dolgozni, átmásolom egy pendrive-ra, fölhelyezem a laptopra, és onnantól kezdve ezt egy SMS nevezetű szoftverrel fel lehet dolgozni. Például betakarítási adatokat, kombányból kimásolva hozam és nedvesség adatokat. Ezek az eszközök nem csak a X és Y koordinátát, hanem a Z koordinátát is rögzítik, így egy teljes háromdimenziós terepmodell is rendelkezésre áll. Tehát téradatokat is rögzít, és ez az alapja mondjuk lehet egy helyspecifikus kijutatásnak is. Kocsmárik János előadásában az is elhangzott, hogy ma már olyan kiegészítő szenzorokat is lehet vásárolni, például egy műtrágyaszóró gépre, ami a növények által visszavert fény értékéből kiszámítja, hogy mennyi nitrogénre van szüksége az adott pillanatban a növénynek. Az előadást követően több mezőgazdasági gépet is bemutattak az érdeklődőknek, úgy mint kultivátort, traktort, önjáró permetezőt, vetőgépet, illetve műtrágyaszórót. A nap további részében őszi kalászos fajta bemutatóra került sor. A Gabona Kutató Nonprofit Kft. Két őszi búza fajtáját Gyulai László mutatta be. Ez egy korai búzáról van szó, és ez az első olyan termékünk, ami a javító minőséget és a nagy termőképességet hordozza magában. Egy szálkás búzáról van szó, tehát erre a termőtájra kimondottan ajánlott vadkárveszélyes területeken is, és ugye az elmúlt években már azt mutatva, hogy milyen visszajelzések vannak, az első ötbe belekerül, illetve a szegedi fajták között is egyik legkeresettebbé vált. Talán én azt mondom, hogy aki a kalászt ismeri, illetve termelte, az hasonlóan nagyon jó termőképességgel, stabil termőképességgel és nagyon jó minőséggel jön évek óta. Szálszilárdsága és betegségekkel szemben álló képessége kiváló, tehát kimondottan jók a tapasztalatok ezzel kapcsolatosan, tehát azoknak a termelőknek, akik a javító minőséget keresik, ezt a búzafajtát nyugodtan merem ajánlani. A Szegedi Gabona Kutató Kft. Másik őszi búza fajtája a GK göncöl, mely kiemelkedő termésekre képes, a fuzáriumos kalászbetegségekkel szemben jó ellenállósággal bír.
Lepcsényi György, az Isterra Magyarország Kft. És a Hungaroszit képviseletében 7 búzafajt mutatott be. Mind a 7 fajta intenzív fajta. Tehát ez azt jelenti, hogy a műtrágyázásra kifejezetten igényes és oda kell figyelni. A műtrágyázási javaslat ezeknél a fajtáknál az az, hogy ősszel egy minimális mennyiséget igényelnek, és tavasszal a termelési céltól, illetve a lehetőségektől függően lehetőség szerint 3-szori fejtrágyázással tudjuk az igényüket maximálisan kielégíteni. Az első fejtrágyázást ugye a lehető legkorábbi időpontban, a második fejtrágyázást a szárba induláskor, a harmadik fejtrágyázást pedig a minőségjavítása céljából a kalászoknak a megjelenése környékén, illetve zászlós levél állapotban a legcélszerűbb. Az Adbaulinc Hungária Kft. És a Lajtama Kft. Képviseletében Galankó Attila az őszi kalászos fajtasor mellett egy különlegességnek számító őszi árpát is bemutatott az érdeklődőknek. Az árpa az nem igazán, Magyarországon nem igazán tartozik pillanatnyilag még a fő növénykultúrák közé, amikkel foglalkozunk. Itt a gigát igazából saját kíváncsiságunkra vetettük el. Azt várjuk tőle, hogy egy korai, jó szárszilárdságú, de magas termést hozó őszi búza lesz. Ausztriában őszi búzaként, de söripari felhasználásra is használják. Betegség ellenállósága átlagos növényvédelem nélkül a termesztése elképzelhetetlen. Az optimális vetés idejét mi szeptember közepe vége felé tesszük, helyezzük, illetve ajánljuk 120-155 kg vetőmag elvetésével, hogyha esetleg kikésik, mondjuk október 5-éig, 10-éig, addig még elvethető a fajta, de olyankor meg kell emelni a vetésdózist. A továbbiakban Szelepcsényi Gábor a Raiffeisen Agro Magyarország Kft. Részéről, Láng Dezső a Martonvásári Elitmag Kft. Képviseletében, Pataki István a Záten Union Hungária Kft.-től, Molnárné Fehér Gyöngyi a Kosszát Szőmansz Hungária Kft.-ről részéről mutattak be az őszi búzák mellett még járóbúzát és őszi árpát. A gazdák a bemutatón megtapinthatták a terméseket, jegyzetelhettek, illetve minden fajtáról kaptak egy tájékoztató prospektust. Kozma Tamás, a Gödöllői Tangazdaság kereskedelmi és beszerzési igazgatója, a bemutatók hasznossága mellett egy új tevékenységen, illetve olyan plusz szolgáltatáson dolgozik, ami a kisgazdaságok fejlődését segítené. Itt több fajta tulajdonos fajtáit tudják maguk a fajta tulajdonosok prezentálni. Nyilván a kisebb gazdálkodóknak nincsen lehetősége ennyi fajtát kipróbálni és megnézni, hogy valójában hogyan néznek ezek ki. Ezért gondoljuk mi is úgy, hogy ez számunkra is, és a fajta tulajdonosok számára is hasznos lehetőség. Egy integrátori szerepet szeretnénk valójában, ezt már részben tesszük is, de a jövőben ezt még jobban szeretnénk a helyi gazdákat ezzel segíteni. Ez adott esetben jelenthet egy közös input anyagbeszerzés, legyen ez akár vetőmag vagy növényvédőszer, illetve a területnek a művelését, és majd az aratáskori elszámolással rendezzük végül is ezt az integrátori viszonyt. A dolgozóink földjén már egyébként dolgozunk így. Az érdekes szakmai nap után a szervezők egy finom ebéddel látták vendégül a gazdákat.